A Venezuelával szomszédos országokba látogatott az amerikai külügyminiszter, és mindenhol a vitatott körülmények között újra választott venezuelai elnök Nicolás Maduro lemondására szólított fel. Máj Pompeo Gájánában a demokrácia fontosságáról és Maduro rendszerének törvénytelenségéről beszélt. Arról beszéltünk, hogy szükség van demokráciára Venezuelában, és hogy véget kell vetni a törvénytelen rendszernek, ami megtagadja a demokráciát, amit a gájánai emberek annyira szeretnek. Megtagadja a demokráciát a venezuelai emberektől, mondta Máj Pompeo. Az amerikai külügyminiszter Guyana után Brazíliába utazott, ahol egy menekült tábort látogatott meg. Körutazásának harmadik állomása Kolumbia volt. Pompeo una... Mike Pompeo háborús úszítást folytat Venezuela ellen, de ez vissza fog ütni rá. Nem sikerült rávennie a dél-amerikai kormányokat, hogy fogjanak össze egy Venezuela elleni háborúra, mondta Nicolás Maduro, venezuelai elnök. Venezuela. Venezuelából mintegy 5 millió ember menekült el az ország gazdasági összeomlása és Maduro zsarnoki rendszere miatt. A legtöbben a szomszédos államokban menekült táborokban élnek.